És üdvözlök mindenkit, szóval ezt mi láthatjátok a Sims 3-nak és Dora King életének egy következő része, epizódja, kinek melyik kifejezést tetszik a jó, legjobban. Itt hagytuk abba, vagy hát ott hagytuk abba, hogy Dora szépen lefeküdt aludni, és most onnan folytatjuk, hogy Dora szépen felkelt. Hát, honnél 4-kor, és elindul a napja. Azzal, hogy először is eszik, aztán WC, aztán fürdés. Aztán időközben én észrevettem, hogy én valamikor, nem tudom, hogy felvételkor vagy felvételen kívül, de én ezt elfogadtam, hogy valakinek elbűvülően kéne bemutatkozni, amit meg is fogunk majd tenni, mivel péntek van. És elvileg ma kell még mennem dolgozni, és utána szombat, vasárnap meg pihi van. Pillanat. Frigóizű. Aha. Jó, értem. Tehát a frigó, tehát ami van a frigiderben kaja, az nem biztos, hogy jó. Hát mindegy, van ez így. Szóval ma van péntek, és akkor még ma este kell mennem dolgozni, most hát ugye hajnalba. Most hát Dórának kell menni hajnalba dolgozni, és utána hétvége lesz, és utána megpróbálom megcsinálni, hogy a lóvjártasságom az felugorjon, illetve megpróbálok valakinek a jobb barátjává válni az alatt a hétvége alatt, illetve valakinek megpróbálok elbűvülően bemutatkozni. Tehát egy idegennek megpróbálok elbűvülően bemutatkozni. És gyorsan nézek egy időt. Oké, megvan az idő, rendben. Csak már nem akarok össze-vissza kicsúszni az időből. Vagy nem. Dobjuk ki a romlott életet. Jó. Ez muszáj lesz. Megtisztítani itt az egész lakás, mert kicsit durva körülmények vannak itt. Megtiszti. Oh. Ma van Dora szünapja. Ma neki vág a nagy... Mi? Ma van Dora szünapja. Ma neki vág a nagy kaland az élet következő szakaszának. Vehetnénk neki egy tortát, és rendezhetnétek egy bulit. Oké, akkor a hatalmas nagy tervem nem úgy sikerült, ahogy én azt terveztem. Hát igen, Dóra, van ez így. Kezdés 12 óra múlva. Na jó, egy pillanat. Mikor lesz nekem a szűnapom? Ma. És nekem meg 12 óra múlva dolgoznom kell. Istenem! Na jó. Mi van? Rendezünk akkor egy bulit. Jó. Munkatársak. Barátok, mindenki. Hát munkatársakból meg kéne hívni azért mindenkit. Nem házi buli, szülinapi buli. Öltözködési előírások. Elegáns viselet. Nem érne. És mondjuk nem délben. 11-kor kezdődjön. Illetve barátok és szomszédok. Jó, az már megvolt. Szatócs Máté. Fingom sincs, hogy ő kicsoda. Idegen. Ismerős. Fiatal felnőtt. Bakalőr Michael. A fia? Oké. Akkor ő lehet, hogy azért utál engem, mert lehet, hogy az apjával egy kicsit összegabajodtak, amikor nem figyeltem oda. Nem tudom kit hívjak át. Ezek kette jók lesznek. Igen. Ez nem tudom, hogy micsoda. Na nézzük csak, ki kéne takarítani ezt a lakást. Jó. Az is jó. Az is jó. Mégis kezet azért moshatunk utána.
Aztán megágyazunk, aztán kell nekünk egy, ez nem, büféasztal. Nem veszek büféasztalt, tök fölösleges srácok. Két embert hívtam meg, azért nem fog venni egy büféasztalt. Na nézzük csak. Hol vannak ezek a cuccok, ami étkező. Nem hiszem, hogy az étkezőben van. Nem. Szabadban. Kültéri lámpák, nem. Na most jön az a része, srácok, amikor fogalm sincs, hogy hol vannak a torták. Mi ez? Balszégek, nem. Egyéb díszítelmek, nem. Növények, nem. Festmények, nem. Lámpák, nem. Függönyök, sötétítők, nem. Dolgozószoba, nem. Gyerekszoba, nem. Istenem. Kültéri főzőcske. A kültéri főzőcskében van bent a szülinapi torta. Azért ez kicsit furcsa nekem, de mindegy. Jaj. Szülinapi pokoltűz. Jó, végül is. Oda. Mondom, oda. Köszöntöm szépen. És ennyi elég lesz nekem. Ennyi totálisan elég lesz nekem. Szépen megtisztítjuk a házat, lakás, mindenséget. Hogy? Nem rendelek pizzát, hagyjam már békén. Dóra bulija hamarosan elkezdődik. Rendben, addig sakkozok egyet. Jobb dolgom úgy sincs. Amíg várok. Mi ez a pult vidéki módra megtisztítás? Hát, ki sem tudom jelölni a pultot. De, annyit tudok kit megtisztítani. Hát, most értitek. Ó! Oh. Nem 11-re volt megbeszélve? Na, mindegy. Barátságos bemutatkozás. Barátságos. Ajajajajaj, telefonom. Bocsánat, srácok. Jó, veled pletykálunk egyet. Ja, igen, veled meg ma igen. Na, álljon meg az ilyen nász menet, azért... Azt hallottam, hogy Sims Buckle igencsak udvaratlanul bánt Connor Frio cimborával. Okés. Ti hárman meg kik vagytok? Jó, bemutatkozunk neked is. Barátságosan bemutatkozunk. Bájosan mutatkozunk be, és akkor meg lesz az egyik izé vágyam. Vagy hát a... Igen, az egyik vágyam akkor így meg lesz. Már lépsz is! Ez gyors volt. Mondom, én nagyon hülye vagyok a buli szervezésben. Na várjunk csak, kinek adok egy jelentést? Uh-oh. Hát jó, ez egy jó kis szülinapi buli volt. Lassan ideje lesz mennem, haza kell mennem. Olyan sok közös vonásunk van, szívesen megismernétek egymás közelebbről. Jó. Majd mindjárt folyom a gyertyákat, amint majd hazajöttem. Csodásan mutatkoztál be, bebizonyítva, hogy no, és te mivel keresed a kenyered? Oké. Már nem elfogadható szöveg a jég megtörésére. Kapcsolatai egyre erősödnek. Jó. Fújjuk el akkor a gyertyákat. Dorking szünnapi bulit tart. Jöjjenek hát a kicsik és... Jöjjenek hát kicsik és nagyok. Igazi bukta volt, senki sem lépett a következő életszakaszba. Nem baj.
Na, következő életszakaszba léptem. Végre. Boldog születésnapot, Dóra, immár teljesen, vagy legalábbis majdnem teljesen, érett felnőtt szim. Itt az ideje, hogy há... Itt az ideje, hát, hogy mind szakmai, mind magánéleti szempontból megállapodjon, amíg nem késő. Jó. Isten királyság. Vegyünk egy szeretet, bulizzunk egyedül. Ha már mindenki olyan töketlen idióta volt, hogy itt hagyott minket. Na, ki kell a maradékot. Mennyit eszel? Hát jó, végül is, igen. Nők azok szeretik. Az édességet azt én már észrevettem, az a, egy... Nem. Nem. Mit csinálunk? Alszunk? Jó, akkor aludjunk. Annyi mindent szeretne Dóra, de egyelőre még nem. Először én szeretném a hivatást felnyomni az egekig, aztán majd utána magánélet. Na, időugrás van, srácok. És itt is vagyunk. Egy órán belül itt lesz az autódunk Dóra munkahelyéről. Rendben van. Pont annyi időm van, hogy ürítsek egyet. Meg talán annyi, hogy kitakarítsam a lakást. Mondtam, srácok, iszonyatosan hülye vagyok a parti készítéshez, vagy hát ugye a bulik szervezésében. Van egy olyan... jártosság. Vagy minek lehet ezt nevet? Nem jártosság. Mik ezek? Minek nevezik ezeket? Aj. Nem jut eszembe. Szimológia. De értitek, tehát egy olyan... nem fog eszembe jutni. Mindegy. Menjünk egy időugrásba, aztán utána talán nekem eszembe jut. Hú, milyen jó kis ucia van. Ja, időt ugrunk, és közben gondolkodok azon, hogy mik ezeknek a cuccoknak itt a nevük. Időugrás. És vissza is tértem, srácok, mivel kaptam egy üzenetet, ami a következőképpen szól. A pszichiátriai egyik ápoltja elszabadult. És azt állította, hogy ő a lámák királynője. Nem mondok semmit. Dóra azonban összegyűjtött pár markos segítőt, és sikeresen véghez vitte a tromfosztást lefogva, és a kórterembe toloncolva vissza a bajkeverő főrendet. Jó, mindenkit lenyűgözött Dóra teljesítménye. Jó, jó. Isten királyság. Egy picit akkor még fegyósítom az időt, aztán úgyis mindjárt jön haza. Aztán eszünk, fürdünk, ürítünk, fürdünk, aztán alszunk. Már megint ügyelek? Hagyjatok már végén. Ma már nem akarok ügyelni. Együtt lógni. Nem. Nem akarok veled lógni. Ne haragudj. Ne haragudj, de nem. És meg kéne tisztítanom ezt a hűtőt. Ami elvileg ma sikerült is. Használjuk, fürdünk, aztán alszunk. És... mennyi az idő? Hát, megint időnél vagyunk, srácok. Sőt, szerintem már biztos. És megint azzal fog befejeződni a videó, hogy Dóra szépen lefekszik alukálni. Na de. Végre hétvége van. 2 nap 15 óra múlva kell mennem dolgozni újra. Úgyhogy a hétvégén... nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, de az biztos, hogy nem itthon fogunk ülni, mint az előző hétvégén, és hogy így elszálljon az a 2 napom. Úgyhogy... még eldöntem, hogy mit csinálunk a hétvégén, de biztos, hogy valami új dolgot megpróbálok kitalálni, és... Hát mivel a hivatásban most már elég sok pénzem van, ugye van most már 6581 szimeleonom, ezért a házat is most már így az értékeimet fel kéne turbózni. Valamit, mondjuk egy konyhát, vagy lehet, hogy a fürdőt kellene kicsit továbbfejleszteni. Ezt még átgondolom, srácok. Na de egyszerűen a kis száz a vége, köszönöm szépen a figyelmeteket, én Szólyó voltam, ez volt Dóra King életének egy következő...
milyen következő. Dolaking életének egyik része. Na mindegy, köszöntöm szépen a figyelmeteket, szó jó voltam, sziasztok!